Szerdától szombatig rendezik meg a 19. rövidpályás országos bajnokságot, amelyre a tavainál nagyobb létszámú nyíregyházi küldöttség utazik. A sportcentrum úszói a nyári versenyidőszak utáni rövid pihenőt követően edzésbe álltak, igaz, a felkészülés korán sem volt zökkenőmentes. Úgy gondolom, sikeresen teljesítettük az kívánalmakat, volt benne edzőtábor és útközben. Sajnos egy-két betegség ugye hátráltatott minket, felső légutás egyéb problémákkal küzdöttek, de úgy gondolom, hogy aki szinten rendelkezett az országos bajnokságról, mindenki adrafogható. Tavaly 6 fővel, idén 9 fővel vágunk neki az rövidpályás OB-nak. Stankovics Anna elsősorban, ugye, aki a csapatunkban ugye védi az 50 mellnek a bajnoki címét, illetve 50 gyorsan is szeretne dobogón vagy minél feljebb végezni. Ő vállalta a 100 méter mellett, illetve váltóban várunk még a csapattagoktól egy olyan helyezést, ami döntős helyezést ér. Az előzetes nevezések alapján, ha nem is lesz teljes a mezőny, színvonalas versenyre lehet számítani. Ugyanis Debrecenben még lehet teljesíteni a decemberi bukaresti rövidpályás Európa-bajnokság és a jövő évi budapesti rövidpályás világbajnokság szintidőit. Az Amerikában tanulók azok távol maradnak ettől a bajnokságtól zömében, kevesen utaznak haza, tudomásom szerint. Nálunk is a Hatházi Dórinak egy fontos egyetemi versenye lesz pont a november első hetében. Ezért úgymond nekünk könnyebbség, illetve hát a mi malmunkra hajtja a vizet, hogy az amerikai készülők távol maradnak. Én úgy gondolom, hogy ehhez képest azért nagyon erős mezőny lesz, hiszen rövid pályás világbajnokságra válogató verseny, bárki jelölt keret van. Mint a szakember elmondta, a korábban főként kiegészítő versenyeknek számító rövidpályás viadalok mostanra már beépültek az éves versenynaptárba. A rövidpályán több a forduló, és aki jól fordul és jól rugaszkodik, főleg felnőtt mezőnyben, ott óriási előnnyel bír. Ez nem véletlenül, a rövidpályás idők jóval jobbak a hosszúpályás időknél, illetve sokkal látványosabb a verseny, hiszen 25 méteren több fordulóval, sokkal gyorsabb tempóval haladnak a srácok és a hölgyek. Én úgy gondolom, hogy ez a jövő, tehát általában most már az a jellemző, hogy az őszi szezon az a rövidpályás szezonról szól. A debreceni rövidpályás országos bajnokság után még két jelentősebb verseny vár a nyíregyházi úszókra. November 25-én a saját rendezésű Nemzetközi Szabolcs Kupán állnak rajtkőre, majd december elején Szegeden a korosztályos rövidpályás OB-n szállnak medencébe a nyíregyházi sportcentrum úszói.